Cikó község önkormányzata törekszik rá, hogy a település fejlődése érdekében minden lehetőséget megragadjanak. A felmerülő problémákat igyekeznek mielőbb orvosolni. A hirtelen lezúduló csapadékvíz náluk is komoly problémákat okozott, ezt orvosolja az a 2019-ben beadott pályázat, ami közel 300 millió forintot biztosított ennek megoldására. Az árok nem győzte elvezetni ezt a mennyiségű vizet, kiöntött, és az alsó faluban problémákat okozott, elöntötte az iszap, a házakat, kerteket. Ennek a megszüntetésére adtunk be pályázatot a vízrendezésre. A kivitelezési munkálatok tavaly novemberben kezdődtek el, és ebben a hónapban be is fejeződik. Szinte a település egész részén a települést keresztül szelő pataknak a rendezése történt, és a külterületen is, egészen a Rákpatakig, az a befogadó patak. A külterületen mederkotrás volt, belterületen mederkotrás és részleges burkolás, oldalékfogó gátak épültek, kőgátak épültek, egy pár darab mellékároknak is a rendezése megtörtént. Ezen kívül egy záportározó épült, amely a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz befogadására készült. A hamarosan elkészülő csapadékvíz elvezető rendszer orvosolja azt a problémát, ami többször kényszerítette az önkormányzatot árok karbantartási és iszap eltakarítási munkákra. Az utak karbantartására is igyekszik nagy hangsúlyt fektetni az önkormányzat. Nemrégiben vette kezdetét a Mőcsény felé vezető útszakasz teljes körű felújítása. Külterületi útunk az valamikor a TS üzemhez kapcsolódóan épült, majd az önkormányzat tulajdonába került, egy nagyon rossz minőségi út. Szükségessé vált nagyon a felújítása. Ezt VP-s pályázatból nyertünk erre is közel 300 millió forintot, amiből ki lesz kátyúzva az út. Több aszfaltréteg kerül rá, és a patkázása is megtörténik az útnak, több mint 2 kilométeres szakaszon. Nagyon sokan használják a település lakói, akik a környékbeli településekre, Szekszárdra, Szálkára járnak dolgozni. Ezt az utat használja az iskolabusz is. 3 településről szállítja az iskolásokat és az óvodásokat minden nap a cikói iskolába. A szülők is nagyon sokat használják, akik jönnek különböző rendezvényekre az iskolába. A menetrendszerű buszjárat már nem közlekedik rajta egy pár éve az útnak a nagyon rossz minősége miatt. Van több utcánk, ami felújításra szorul, szeretnénk a közeljövőben több pályázatot beadni útfelújításra még. Az idei évben beadunk egy pályázatot a TOP Plus keretein belül rendezvénytér kialakítására. A mögöttem látható területen lenne szabadtéri színpad, mosdók, nyilvános mosdók, öltözők kialakítva, parkosítás, tereprendezés.